Sziasztok, és üdv újra itt a BookTalk negyedik részében! Aki még esetleg nem hallott a BookTalk című nagy sikerű videósorozatomról, annak mondanám, hogy könyves témákról szoktam így pár percben beszélni, és a mai videó témája a hosszú könyv szindróma, ami igazából már egy ideje sújt engem, ugyanis nem bírok hosszú könyveket olvasni. Most tudom, hogy ez megint ilyen belemagyarázós, már nem tud miről videót csinálni, és már ilyenekről beszél itt a csatornán, feelingje van, de egyébként nem így van. Most én tényleg csak annyit szeretnék így elmondani nektek, hogy mostanában miért nem olvasok hosszú könyveket. Ez nálam ott kezdődött el, hogy tavaly szeptemberben egyszerűen nem bírtam elolvasni a Gyűrűk urát, pedig tetszett. Nagyban hozzájárult természetesen az is, hogy kijött a sorozat, elkezdtünk játszani egy Gyűrűk urás játékkal, a Lego Gyűrűk urával, és egyszerűen annyi Gyűrűk urát kaptam az életemben, hogy már a könyv egyszerűen nem csúszott le. Hosszú volt, és a nyelvezete nem annyira könnyed. És ezután azt hittem, hogy csak ezzel a könyvvel voltak most így hirtelen problémáim, viszont aztán bele akartam kezdeni Jane Austen-től a Büszkeség és Balit életbe, és az a vicces, hogy nem ebben a verzióban akartam megvenni, hanem a filmes borítóval, ami látszólag sokkal rövidebb, mint ez. Tehát, hogy a tartalom nem változik igazából, mert ugyanaz, máshogy van a könyvnek a tördelése, és ez egyébként nagyon érdekes, hogy úgy éreztem, hogyha megvettem volna azt a picike könyvet, ami jó, az sem annyira nagyon kicsi, de lényegesen kisebbnek tűnik, mint ez, akkor gyorsabban el tudtam volna olvasni, mert most ezt tudom, hogy hülyén hangzik, de feszélyezett az, hogy még mennyi van hátra. És valószínűleg itt azért az is belejátszott a dologba, hogy a Büszkeség és Balit életnél még tavaly úgy volt, hogy ebből fog mérni a szakdogámat, vagyis ennek a könyvnek a filmfeldolgozásaiból, és nagyon kötelezőnek éreztem elolvasni, és valahogy egyszerűen nem tudtam befejezni. Bárhogy próbálkoztam vele, nem csúszott tovább, mindig leültem, hogy na most, olvasok belőle, és egyszerűen nem ment, nem tudtam normálisan olvasni, és itt igazából még nem érzékeltem azt, hogy nekem mostanában eléggé nagy problémáim vannak a vastagnak tűnő könyvekkel, inkább így mondom, mert hogy valahogy nem is akarok mostanában vastag könyveket olvasni, hogyha egy ilyen 500 oldalnál hosszabb könyvet kell elolvasnom, olyan érzés, minthogyha sürgetném magam, hogy minél több könyvet el akarok olvasni, pedig aztán tudjátok rólam, hogy nekem sose volt ennyire berögződésem az, hogy nekem egy hónapban el kell olvasnom, nem tudom, 6 könyvet, hogyha annál kevesebbet olvasok, akkor béna vagyok. Nekem sose volt ez ilyen beidegződésem, és igazából nem is értem ezt, hogy versenyszerűen én sose olvastam. Talán, hogyha ilyen ridatonok voltak, vagy valami, de amúgy engem ez nem érdekel, az érdekel, hogy olyan könyveket olvassak, amik tetszenek, illetve, hogy annyit foglalkozzak az olvasással, ami jól esik. Engem az se zavar, hogyha néha nem tudok tartalmat gyártani emiatt, viszont ami nagyon meglepett, hogy januárban kijött ugye Sarah J. Maas-tól a Crescent City, és a Crescent City-nek az első részét kb. 2 nap alatt olvastam ki, lehet, hogy egy. És az is egy hasonlóan vastag kötet volt, viszont ehhez is úgy álltam hozzá, na ha ez megjön, én ezt úgy kiolvasom, hogy egyszerűen így fogom darálni egy nap. Viszont bennem volt még mindig a feszélyezettség, hogy szakdolgozatot kell írnom, és az is, hogy ahogy elkezdtem olvasni a könyvet, nem úgy haladtam vele, ahogy én akartam, pedig ez Sarah J. Maas, és mint tudjuk, én azért el tudok veszni a Sarah J. Maas könyvekbe, de nem tudtam elolvasni, és tartom mai napig, hogy a mérete miatt egyszerűen nem bírom elővenni és beleolvasni, mert hogy mostanában tényleg inkább nálam ezek a kicsit vékonyabb könyvek mennek. Azt vettem észre magamon, hogy amikor olvasok, állandóan azt nézem, hogy mikor lesz vége a fejezetnek, így rendesen darálom a könyveket, amik igazából nem annyira jók, mert később így, hogyha visszagondolok az olvasási élményre, akkor nem lesz olyan, mint amikor tényleg kielvezek egy könyvet, és nem tudom, hogy ezen hogy kéne segíteni. Most tényleg olyan, mint hogyha egy pszichológusnál lennék, és elmondanám, hogy nem tudok egyszerűen normálisan odafigyelve olvasni, ami tényleg nagy baj, mert hogy így olyan, mint hogyha nem élném meg úgy rendesen a könyveket. És szerintem azért fejeztem be egyébként ezeket a fantasyket, meg a hosszú könyvek olvasását, mert annyira, mint hogyha határidőre kellene olvasnom, hogy nekem ezt igenis el kell olvasnom,
egy napon belül, mert eddig ezt csináltam, és hogy most nekem ez kell, pedig jelen pillanatban tényleg nem fér bele úgy az életembe, hogy ilyen könyveket egy nap meg két nap alatt ledaráljak, amivel semmi probléma nincsen, és most igazából ennek a videónak az lenne az üzenete. Tehát nem az, hogy úristen, nem tudok hosszú könyveket olvasni, és emiatt ki vagyok, hanem az, hogy annyira elvárás lett nálam mostanában az, hogy mennyiséget olvassak, nem minőséget, hogy szerintem ez nem jó. És nem tudom, hogy erről hogy kéne magam leszoktatni, mert tényleg arra megyek, amikor választom a következő olvasmányomat, hogy gyorsan végezzek vele. És ennek ugyan mi értelme van, tehát hogy semmi. És nem is tudom, hogy ez mi nálam mostanában. Amit szeretnék még ebben az évben elérni, az az, hogy ez a három befejezetlen hosszú könyv, ez ki legyen olvasva. A Crescent City-t meg aztán tényleg ki kéne olvasni, mert már a harmadik része is kb. Megjelenik közben, és tényleg már addig eljutottam, hogy most járok a 182. oldalon, és nem emlékszem az elejére, tehát oké, hogy már itt járok, de újra kell majd kezdenem, mert fingom nincs, hogy mi történt a könyvben. És hát nem tudom, hogy mi lesz. És az a baj, hogy már az első részre sem emlékszek, mert azt meg már kb. 3 évvel ezelőtt olvastam, vagy mikor jelent meg? Hát amikor megjelent, akkor olvastam, és nem emlékszek a sztorira, tehát előről kell kezdenem. És ez meg már megint ad egy olyan frusztrációt, hogy úristen, most akkor 182 oldal, tudjátok, így elveszett. Amúgy tényleg nem tudom, hogy miről szól egyébként ez a videó, de mostanában vannak ilyen agymenéseim, meg igazából ezt a sorozatot erre is akartam, hogy ha vannak ilyen könyves agymenéseim, akkor azt így megosszam veletek, mert tényleg létezik ilyen, hogy valamikor egyszerűen nem megy a hosszú könyvek olvasása, és szerintem köztetek is több olyan ember van, olvasó ember van, akik nem tudnak hosszú könyveket olvasni, mert egyszerűen valamikor nincsen kedvünk hozzá, és a koncentráció is szerintem van úgy, hogy elvész egy ilyen könyv alatt, és nem úgy éled meg, ahogy akarod. Hogy lehet ezen változtatni, azt nem tudom. Amikor olvasok, nagyon sokszor észre veszem magamon ezt a darálást, és akkor szoktam magamnak azt mondani, hogy na, elég volt, olvasd végig rendesen azt az oldalt, ne daráld le, rendesen, szépen éld meg az adott könyvet, nem stopper méri, hogy mennyi idő alatt olvasol el egy fejezetet vagy valami, hanem tényleg vissza kell szoknom arra, hogy minőségén olvasok, nem pedig csak így darálom az adott oldalakat, mert semmi értelme nincsen. Néha olyan információk felett megyek el, aminek amúgy tök nagy jelentősége van, és amúgy ezért nem is akarom most elolvasni például a Crescent City-t, mert szerintem, hogyha ebben a darálós verziómban olvasnám el ezt a könyvet, akkor nagyon sok információ felett elmennék, mert van úgy, hogy így, mint hogyha így ki akarnám hagyni az adott részletet, mert látom, hogy nincs benne párbeszéd, és akkor így kihagyom, mert biztos nincs benne semmi lényeges. Na, ennek mi értelme van? Semmi értelme nincs. És ez egyébként tényleg tök rossz, mert nagyon sokszor észreveszem magam, hogy így át akarom ugrani azt a részt, de nem ugram át. És ez, szerintem ez tök érdekes egyébként, hogy ez miért lehet. És lehet, hogy megint az van, hogy úgy tartom itt, mint egy szentírást. Szóval tényleg azt érzem, hogy mostanában, mintha az lenne nekem fontos, hogy mennyiséget olvassak, pedig sosem volt az, és nem is akarom, hogy az legyen, mert nem erről szólt sose a YouTube csatornám, meg az olvasás nekem, hogy minél több könyvet elolvassak, hanem azokat olvassam, amiket szeretek, és amik jól esnek. És most tényleg ezek a hosszú könyvek egyszerűen nem esnek jól. De szeretném most már azért így tényleg visszaszoktatni magam arra, hogy minőségi időt töltök el, amikor olvasok, megadom neki a módját, tudjátok, leülök, és nasival, és nem csak egy ilyen köztes tevékenység, mert lehet ez is amúgy sokat belead ebbe a fóbiába, úgymond, hogy nagyon sokszor akkor olvasok mostanában, amikor időm van, reggel, a kávém közben, de már tudom, hogy sietnem kell, hogy mennyi időt tudok rászánni, mert mennem kell dolgozni, vagy nem tudom, két feladat között a munkáján elolvasok egy fejezetet, ott is pörgetem, hogy beleférjen az a fejezet. Tehát, hogy így gondolom ezt, hogy mostanában, mintha annyira bepörögtem volna, úgy minden téren, hogy az olvasás téren is bepörögtem, pedig ott aztán le kéne lassítani tényleg. Nem tudom, hogy miről szólt még mindig ez a videó, de remélem, hogy tetszett nektek, és írjátok meg kommentben, hogy nektek volt-e már ilyen, amikor nem csak a hosszú könyvektől féltetek úgymond, hanem amikor ilyen tényleg darálósba kezdtetek olvasni, és nem az, hogy gyorsan olvasni, hanem kihagyni részeket a könyvekben. Ez szerintem egyébként tök durva, meg
meg nem jó, mert igazából egy csomó részlet felett el tudsz így siklani, ami meg nem jó a sztori kapcsán, meg úgy maga a könyvvélemény kapcsán se, mert azt mondod, hogy fú, hát ez nem volt egy túl jó könyv, de igazából te nem olvastad el normálisan végig. Tehát most így vagyok, mostanában azért olvasok inkább romantikus könyveket. Azokban úgy megtaláltam a számításaimat, amik mostanában így a rohanó hétköznapokhoz nekem bejönnek, mert ott tényleg ott lehet pörgetni a lapokat, és ott se hagyok már ki részeket, szerencsére erről már leszoktam, de hogy ott tudom, hogyha abba hagyom egy fejezetnek a közepén, akkor nem lesz probléma belőle, nem úgy, mint egy fantasy-nél, hogy abba hagyom a fejezet közepén, és azt tudom, mi történt már. Tehát igen, ennyi is lettem volna mára. Sziasztok! Most ez egy ilyen fura lezárás volt, de ez az egész videó eléggé fura, szóval sziasztok! Inkább elköszönök, mielőtt még több hülyeséget mondok.